A december 24-i boltbezárás egy kitűnő lehetőség lenne a boltok számára, hogy megmutassák, mennyire fontosak számukra a saját munkavállalóik. Erről beszélt korábban Bubenko Csaba, az Egyenlőpont szakszervezet elnöke. Az már biztos, hogy a legnagyobb kereskedelmi lánc bezárja üzleteit Szenteste napján. Vannak ugyanakkor olyan boltok, akik kinyitnak vasárnap. Ebben a témában kérdezi mai első vendég Stefán Zoltán. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, Csaba, jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok mai első vendégemnek, aki az egyenlő.hu a modern szakszervezet elnöke, Bubenkó Csaba. Jó reggelt, üdvözlöm a tévénézőket. 15 üzlet, üzletlánc tart zárva idén, december 24-én. Ezt hogyan értékeli egy folyamatnak a kezdete, vagy pedig már siker, és hogyha utóbbi, akkor az kinek a sikere? Egy folyamatnak a kezdete és, és egy siker is, hiszen meg kell említeni azt, hogy a lidül Magyarország BT, és annak a vezetője grósz Jenő. Az első pillanatban, amikor fölmerült ez a kérdés, mellé állt az ügy mellé, és azt szorgalmazta, hogy az ő vállalkozásuk, ami a legnagyobb kereskedelmi lánc forgalmat lebonyolító lánc Magyarországon zárva legyen 24-én, és a másik nagy civil szervezet és annak vezetője, a CÖFCÖKA, dr. Csizmadia László elnök úr támogatásával és az egyenlő.hu kezdeményezte ezt a, az akciót, és azt gondolom, hogy egy óriási dolog, azért, mert eddig nem volt ilyen, hogy teljes zár lett volna, egyetlen egy üzlet sem döntött el úgy magától, mint például a Lidül ebben az esetben, hogy bezár. És tudom, ez nem az élelmiszerláncokról van szó. Szóval nem csak az élelmiszerláncoknál van. meg kell, hogy az élelmiszerláncokon kívül meg kell említeni azt, hogy vannak olyan ö, nem élelmiszerláncok, akik már évekkel ezelőtt is be voltak zárva, de élelmiszerláncok közül ez a mostani kezdeményezés volt eddig a legsikeresebb, hiszen volt olyan, hogy 12 órakor bezártak, de olyan még eddig nem volt, hogy teljes egész nap 24-én zárva lennének az üzletek és Mondom, ebben kiemelkedő szerepe van a piacvezető Lidülnek, illetve Grósz Jenő elnök úrnak. Elnök úr, mi a tapasztalatuk, vagy milyen visszajelzéseket kapnak arról, hogy mi alapján döntenek a cégek a zárva, vagy éppen a nyitvatartás mellett? Én azt gondolom, hogy egy munkavállalókat tisztelő és a munkavállalókat munkavállalóit megbecsülő cég az, az, alapján dönt, hogy mit gondol a munkavállaló arról, hogy 24-én szeretne dolgozni. És egyben azt is figyelembe veszi, hogy mit gondol a vásárló. Hogy hogy jön ez a kettő össze, és mér, ez a kettő is mér egy. Azért, mert a kereskedelemben több százezer ember dolgozik és ez a több százezer ember nem csak munkavállaló a kereskelemben, hanem vásárló is az áruházban, meg az ő családja. Az milliós nagyságrendű tömegről beszélünk akkor, amikor megkérdeztük-e a, a, vásárlókat, igen, azokat a vásárlókat, akik egyben kereskedelmi dolgozók, és azokat a családtagokat, akik ezeknek a kereskedelmi dolgozóknak a családtagjai, ők mind azt mondják, hogy, hogy legyenek zárva 24-én az üzletek, de komolyra fordítva a szót, a felmérések a társadalom irányából azt mutatják, hogy egy óriási támogatottsága van, körülbelül olyan 70 os támogatottsága van annak, hogy 24-én a kereskedben dolgozó munkavállalók a családjukkal töltsék az időt. Tehát egy külső felmérés is ezt bizonyítja, hogy nincs ellenállás, hogyha zárva lesznek 24-én a boldog. Mit jelent a kereskedelemben a 24-én nyitvatartás? Az utolsó utáni rohamként szokták emlegetni. Megéri nyitva tartani? Én azt gondolom, hogy nem ez fogja megváltani a kereskedőknek a, a, világot, és azt gondolom, hogy az már egy óriási probléma lenne, hogyha egy kereskedő cégnek a 24-én lenne meg az a forgalom, amivel rentábilis tudna lenni, vagy az lenne az éves nyereség, hiszen tudjuk azt, hogy különböző üzlet hosszabbítások vannak, aranyvasárnap, ezüstvasárnap, bronzvasárnap sorolhatnám, egy folyamatos akciózások vannak, tehát ösztönzik a vásárlókat arra, hogy vásároljanak, és hogyha van pénzük, akkor lehetőségük is van arra, hogy ezt megtegyék. Persze természetesen vannak olyan dolgok, amikor véletlenül valamit elfelejt az ember, és szükség lehet rá, de azt gondolom, hogy ez a kisebb része annak a dolognak, ami azt erősíteni, hogy hát 24-én nyitva kellene lenni az üzleteknek. Azok, akik dolgoznak 24-én a kereskedelemben, milyen plusz juttatásokra jogosultak? Azt is kérdezhetném, hogy mennyivel járnak jobban azok, akik dolgoznak. Hát a jelen esetben azt kell mondani, hogy a vasárnapi műszakpótléktól elesnek, de egy gondolatot engedjen meg, hogy, hogy rávilágítsak erre a pótlékos dologra. Egy éven keresztül Magyarországon volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap zárva tartottak az üzletek. A vasárnapi zárva során ö, nem kaptak vasárnapi műszakpótlékot a munkavállalók. Ez az egy év alkalmas volt arra, hogy tényszerűen bebizonyítsa azt, hogy a kereskedelemben dolgozó munkavállalóknak a családja, a családdal töltött idő többet ér, mint a vasárnapi műszakpótlék. Azt sem vitatom el, hogy adott esetben lehetnek olyan emberek, akiknek ez számít, de akkor el kell az igazság kedvéért mondani azt, hogy ez a, ez a kisebbség ha jól tudom, akkor önök továbbra is kiállnak például a vasárnapi boltzár mellett is, és amikor az elő, erről szóló diskurzusokat hallgatja az ember, mindig előkerül, hogy vannak még olyan munkakörök, ahol ünnepnaptól függetlenül kell dolgozni, ilyenek a tűzoltók, a rendőrök, nem sorolom. Önök szerint mi az alapvető különbség? Alapvetően az a különbség, hogy, hogy a tervezhetőség, de az első kérdésére válaszolva, továbbra is egyértelműen és határozottan és következetesen mindig is minden körülmények között az árvatartás mellett kampányoltunk, és ezt továbbra is föntartjuk. Ezt nagyon fontos volt megjegyezni. Az a különbség, és itt a 24. évvel kapcsolatban is fölmerül ez a dolog, amikor mi ezt fölvetettük, hogy lehet-e tervezni valamit. Az, hogy mikor betegedek meg, azt nem tudom megtervezni. Az, hogy szakad az eső, vagy belecsap a villám egy házba, és ki kell menni a tűzóknak, ezt nem lehet megtervezni. De azt meg lehet tervezni, hogy mit szeretnék vásárolni, mikor szeretnék és hogyan szeretnék vásárolni. Tehát mondjuk egy 24-i zárvatartást be tudok úgy ütemezni, hogy tudom az, hogy mondjuk 24-én zárva lesznek az üzletek, akkor előtte be tudok vásárolni, megtervezem a vásárlást, is erre a legjobb példa a Covid volt, amikor voltak különböző korlátozások, hogy milyen szépen szervezetten lehetett ezt megoldani. Tehát a, a gyakorlati példák mutatják azt, hogy igenis, hogyha zárva van akár 24-én, vagy vasárnap, nagy Isten, zárva lennének az üzletek, azokat a zárvatartás idős, időszakokat is lehet helyettesíteni egy jól tervezett bevásárlással. Bubánkó Csabának köszönöm szépen, hogy itt volt és hogy mindenről beszélhettünk. Köszönöm a lehetőséget.